Megyénk legrégebbi gőzüzemű szivattyú telepe a Tiszabercei. 1983-ban műemléki védettséget nyert, most pedig a megyei értéktárba is bekerült. Ennek felvételét a Feti Vízik igazgatója, Bodnár Gáspár terjesztette fel. De több érték is bekerült a megyei listára, közölte a bizottság alelnöke, a nagyecsedi magyar és cigány tánchagyományokat, illetve Kisbé Zoltán állandó vadászati kiállítását, mint kulturális értékeket választotta ki a bizottság. Agrár- és élelmiszergazdaság csoportban pedig az amúgy is kiemelkedő nemzeti értéket képviselő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei eredetvédett pálinkák helyi változatai kerültek be. Ilyenek például a panyolai, a tuzséri vagy a tarpai italok. A bizottság úgy tervezte, hogy nyáron már talán kevesebb munkája lesz, de hál' Istennek az élet ezt felülírta, és alig pár hét után újra bizottsági ülést kellett tartanunk, aminek mi nagyon-nagyon örülünk, és ezen bizottsági ülésnek az eredménye pedig az lett, hogy újabb 4 értéket vettünk fel a megyei érték lajstromba, így 88-ról 92-re bővült már azon értékek száma, amelyek a megyei értéktárban szerepelnek. Kisbé Zoltán már 1978-tól hivatalos vadász. Kiállításán egy 100 000 képből álló bemutató kisfilmet is láthat a közönség. A tárlaton összesen 248 preparált állat látható. A vadászati kiállítással komoly nemzetközi tervei vannak Kisbé Zoltánnak. Mivel hármas határnak a szögletébe vagyunk, mindig mondom, hogy nekünk tudni kell integrálni Felvidéket, Kárpátalját és talán még Erdélyt is. 1971-ben volt Magyarországon a vadászati világkiállítás, 2021-ben lesz az 50. évfordulóra az új vadászati világkiállítás, amire mi jó magunk is készülünk. Pontosan az elmúlt 2 hétben talán a miniszterelnök helyettes úr részéről, a Károlyi gróf úr részéről is megerősítést kapott, hogy Vásárosnamény egyik meghatározó helyszíne lesz a vidéki helyszíneknek a vadászati kiállítás. Vásárosnaményban települési értéktárat is létrehoztak még 2014-ben. Filip Sándor polgármester kiemelte, az önkormányzat, a vállalkozások és a civilek összefogásának köszönhető, hogy az értékeket méltó módon emeljék ki és gyűjtsék össze. Olyan értékek kerültek be ebbe az értéktárba, mint a Vitkai Platánsor, a Liszt Ferenc vegyeskar, aztán a Beregi keresztemes hímzés, a háziipari Beregi keresztemes hímzés, ebben van egyfajta szakmai vita, de én nem folynék bele. Ugyanakkor a Tomcsányi kastély és a Beregi múzeum. Az elmúlt évben 4 almafajtával gazdagodott ez a gyűjtemény. A tervek szerint még ebben az évben 3 további érték is felkerül a vásárosnaményi listára.